Nagyon szépen, jó napot kívánok, üdvözlöm a méhészeket, és rekrutáljuk a Méhtenyésztők Országos Egyesületének elnöke, és a tevékenységünket szeretném bemutatni. Szóval az Egyesületnek az alapítása 1982-ben volt, az akkori Máfésznak a szakcsoportja Gödöllön. Erre azért volt szükség, mert már a 70-es években már 60 különböző helyen anyanevelők tevékenykedtek, össze kellett őket hozni egy csoportban, fajta jellegvizsgálatot kellett elvégezni, ezért Suhajda Jenő Leányfalun már létrehozta a anyanevelő telepet, ami 18 évig működött, 1989-ig, úgyhogy Jenő bácsi az akkori kártyának az osztályvezetője rendkívül fontos szerepet töltött be, hogy az anyanevelők egyesülete megalakuljon, és hogy rendezett, szervezett formában történjen az anyanevelés. A másik fontos település pedig a Zalapáti iskola volt, ahol összeszedték, koordinálták az anyáknak a értékesítését, szóval ott lehetett leadni a rendelést, és onnan osztották ki az anyákat. 82-ben megalapították az Áfés csoportnak a szakcsoportját, és 93-ban lett az egyesületi forma, azért kellett átalakítani, mert a politikai helyzet megváltozott, ezért egyesület lett. 22 taggal lett megalapítva a szövetkezet, utána pedig 28 fő volt az egyesületben. De egy kicsit érjük vissza itt a tenyésztő szervezeti gondolatokkal. 53-tól kezdtek el foglalkozni a Rajnai nével, a Dőrösi professzor, utána pedig 76-tól folyamatosan volt fajta jellegű vizsgálat és különböző tulajdonságokat vizsgáltak az intézetben, utána törzsmévezték, szóval egy magyar szabványi számot kapott a méhanyag, illetve 95-ben elkészült a teljesítményvizsgálati kódex. Fajta elismerés 2001-ben történt, Krajnai néven, ennek azért van jelentősége, mert köztenyésztésben csak olyan fajtát lehet venni, ami fajta elismeréssel rendelkezik. 2012-ben voltak keresztelő, augusztus 12-én a Krajnai méhnek a nevét megváltoztatták Pannonmére. Nem szeretnék a Pannonméről beszélni, mert mindegyiknek ismerjük, milyen színe van, mekkora a kubitális indexe, vagy éppen a cipókának a hossza, hanem a Rutner professzornak a vizsgálataira szeretném felhívni a figyelmet. Ő egy német kutató, és 10 különböző krajnai változatot különböztetett meg. A jobb oldali térképen a piros rákos rész a Pannonméanyának az elterjedési területe. A középső ábrán sárgával láthatóak ezek a egyedek, vagy a krajnai Pannonméanyák. És a harmadik kicsi ábrán látható a három megkülönböztetés. Igaz, hogy 10 változat van, de matematikai elemzésekkel három különböző csoportot tudott létrehozni. A B betű a zöld, az a bulgár, a piros az az alpesi hegyi régióban élő krajnai, a szlovákiai, ausztriai területen élő krajnai, és a P betűvel, a sárgával láthatjuk a Pannon méhünket. Az egyesület fajtatiszta tenyésztés végez, vonaltenyésztés, történik a legjobb anyákat, a legjobb papákra, abba vonalakkal hozzuk össze. És mit helyesítenénk is, mert nem az egyesület végzi a tenyésztést, hanem az egyesületnek a tagjai végzik a tenyésztést. Ez nagyon fontos kiemelni, mert sokszor azt mondják, hogy mert az egyesület ilyen meg olyan tenyésztést végez, nem. A méhanyanevelő végzi a tenyésztést, és az ő felelőssége az, hogy megfelelő minőségű anyát állítson elő. Négy teljesítményvizsgálati kódexről már beszéltem, szóval 93-ban elindult a saját teljesítményvizsgálat, utána pedig 2004-től pedig a központi teljesítményvizsgálat. A 93-ban elindult, viszont nem volt dokumentum, ami alapján el kellett végezni, ezek 95-ben elkészítették az első kódexet, 2003-ben, illetve 2019-ben lett ez frissítve.
fajtójelleg vizsgálatot írja le, szín, kubitális index, szipókaposzt, aminek meg kell felelni. Üzemi saját teljesítményi vizsgálatot kell elvégezni minden tenyésztőnek, ezt évente elvégezzük, minimum 40 családdal, és ezeknek a legjobb anyáitól kell küldeni a központi teljesítményi vizsgálatra mintákat. Négy ilyen telephely található az országban, Baranyában, Bezezeken, Bács-Kiskun megyében, Kecskeméten, Telepesen, Pest megyében, illetve Zicsiújfaluban, Fejér megyében. A teljesítményi vizsgálaton 480, az 320 méanya vesz részt, ezekből családokból válogatjuk ki a legjobban teljesítő apavonalakat, és ezek a heréi fognak részt venni a központi inszeminációs programban. Arról majd később fogunk beszélni. Itt a teljesítményvizsgálatok a menetét szeretném bemutatni gyorsan. Gyakorlatilag ez egy két éves vizsgálat, olyan hosszú ideig tart a munkánk. Nyár közepén betelepítjük, megvan, hogy mekkora, legalább 40 deciméternyi fiasítás kell, hogy legyen a méhnyi, vagy a kaptárban, a méh családnál, és utána való évben folyamatosan nézzük a fiasítások keretek számát, a népességet, tisztogató hajlamot, átterelő képességet, illetve a központi teljesítményvizsgálatnál megnézzük a nap betézését a méhanyának. Higiéniai vizsgálatot végzünk minden júniusban, illetve megmérjük a piaszt és a méznek a mennyiségét, és a méhegészségügyi állapotra pedig folyamatosan odafigyelünk, bármilyen betegség megjelenik a mécsvágon, az kizárási okot jelent, szóval azokban tovább nem foglalkozunk. Most sorrendben szeretném elmondani, hogy haladunk a vizsgálatokkal, szóval először az ÜSV-t, az üzemi saját teljesítményvizsgálatot végzi el a méhtenyésztő otthon, azokból a mécsvágokból küld be a KÁKMIN fajta jellegvizsgálatra 5x100 darab dolgozót. Ezek a lesznek a tenyészanya jelöltek, ahonnan eljönnek a minták. Utána történik az anyanevelés, ha meg a törzskönyvezve van, ezektől az anyáktól nevelt lányai kerülnek a központi teljesítményvizsgálatra, ott megnézzük, hogy hogy teljesített. A legjobban teljesítőknél egy populáció genetikai vizsgálatot végeznek a gödöllői kutatók, illetve egy folyékony nitrogénes higiéniai vizsgálatot, amivel meg tudjuk állapítani, hogy melyik család mennyire tisztogat, és a legjobban tisztogató, illetve biztos, hogy Rajnai Panon méhanya után fogunk nevelni heréket, amiket elviszünk a központi inszeminációra, és ott megtörténik a teljesítmény, és az követik az inszeminált anyák után, pedig újról üzemi saját teljesítményvizsgálatot végezel. De nagyjából ez a kör, hogy néhány évet igénybe vesz, de folyamatosan csinálni, hogy legyen tenyészanya. Az adatokat mondtam, hogy nagyon fontos gyűjteni. Van egy BDV nevű programunk, amiben folyamatosan tudjuk regisztrálni az adatokat, szóval nem csak a kaptártetőre vagy egy füzetben tudunk írni, hanem ezt utána összegezzük, felvisszük egy programba, és utána vissza tudjuk ellenőrizni, hogy meg tudjuk nézni, hogy hogy alakult az adott év. Hát mondtam, hogy említettem a gödöllői kollégákat, akik végzik a vizsgálatok a Biotechnológiai Kutatóintézetben dolgoznak, most a Gödöllői Agrártudományi Egyetemhez tartoznak, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a pontos neve. A baloldali térképen van feltüntetve a négy központi teljesítményvizsgálati terep, illetve négy plusz pár kollégiánál szoktunk végezni higiéniai vizsgálatot. Fent a Duna mellett Kisvodakon, a Somogyi régióban Nagyatádon, illetve Fehérvár mellett Abbán, illetve Törökbálinton. Szóval az a lényeg, hogy kijönnek a kutatók, hozzák a folyékony nitrogénes palackokat, és egy napot ráadózunk, kiszedjük azokat a fiasításos kereteket, amik szükség van, illetve heremintákat. Heremintának azért van jelentősége, mert a genetikai anyag az 100%-ban megegyezik az anyag genetikai anyagával. Csonkolásmentesen tudunk
információt kapni az anyáról. És így kutatók PCR-re, biotechnológiai módszerekkel meg tudják vizsgálni, markereket tudnak fejleszteni, ami azért fontos, hogy a jövőben szeretnénk tenyészértékbecslést végezni, hogy úgy tudjunk párosításokat összehozni, ami a legjobb eredményeket mutat, hogy gyakorlatilag időt és pénzt tudunk ezzel spórolni. Más haszonállatoknál, például sertésos szarvasoknál van egy úgynevezett BLAC módszer, ők ezt nagyon használják, viszont a méheknél ez nem nagyon kifort, nincsen meg még a pontos rendszer. A legnagyobb probléma az, hogy nagyon sok változót kell nézni, és erre ez a rendszer alkalmatlan. De a lényeg az, hogy a markereket fejleszteni kell, hogy tudjuk, hogy milyen rokonsági fogva vannak egymással, illetve melyik azok a vonalak vagy a családok, amelyeket érdemes összehozni, és gyorsabban kapunk jó minőségű tenyészanyagot. A jobb oldali képen a herelpádokat látjuk, alkoholba tárolják őket, és onnan kerül felhozásra. A higiéniai vizsgálatnak a képei látható, jobb oldalt fönt, ahogy megcsináljuk gyakorlatilag. A bal oldalon pedig látható két-két sorozat. A főső a kiváló tulajdonsággal rendelkező, szép hiasításos réteg teljes mértékben lefogyasztunk, és utána 24 órával pedig megnézzük, hogy milyen állapotban van. Ez rendkívül érdekes, hogy nem szabad a százalékra hagyatkozni, hanem meg kell vizsgálni a többi család, ami ott a környezetünkben van, milyen százalékokat ad, mert nem mindegy, hogy az év mely szakaszába vizsgáljuk, nem mindegy, hogy van hordás vagy nincs hordás, vagy éppen a bád milyen állapotban, milyen kori előbb állapotban van, vagy már éppen kikelés elő. Szóval sok változó van, de hogyha az egész állományt nézzük, akkor amelyeknek mondjuk júliusban nagyon jó volt a higiéniai vizsgálata eredménye, az szeptemberben is magasabb százalékot fog mutatni, csak közel nem azt, hogy arra, mint mondom, júliusban vagy júniusban 90-95%-ot mutatott, szeptember, október, ha már csak lehet, hogy 80-70%-ot fog mutatni, de a sorozaton belül az lesz a legjobb. A rosszul teljesítők pedig jóval alacsonyabbat fognak mutatni. De az alsó képen látható egy viszonylag rosszul teljesítő családnak. Szóval elvégezzük ezeket a vizsgálatokat, és ezektől a családoktól, a legjobban teljesítő családoktól visszük a heréket a inszeminálásra. Populáció genetikai vizsgálatról már az előbb mondtam néhány szót. A elmúlt időszakban 2021-22-ben lévő eredményeket lehet látni, zöldel a Bachfastot, a fősőnél az olasz mének a mintáját kékkel lehet látni. Szóval ezek már egyfajta jellegvizsgálaton, amikor a színszikókkal, meg orbitális index vizsgálat megoldza, azoknak a lányai, vagy az utódaiktól levéve a minta, látható, hogy azért bebecsúszik, és ott azért megjelenik egy kis backfast leginkább. Szóval érdemes még tovább szűrni az állományt. És az elmúlt három évben gyakorlatilag az elején elég sok backfast jelleg volt a mintákban, viszont 22-re már ez nagyon lecsökkent, és egyre tisztább vérvonalat tudunk tovább tenyészteni. Mesterséges termékenyítési program. 2011-től folyamatosan minden nyáron, júliusban az Egyesület szervezett egy programot. Az először Gödöllőn volt, Kisbodakon, illetve az utóbbi években Kecskeméten szervezzük meg. Székely Nektár Kft-nél van hely, ahol az apacsaládokat lehet ütteni, a kollégák tudják hozni párosztatókat, szépen ki lehet rakni, illetve egy elváltó kis épületben van tisztálkodási lehető, szóval minden adott ahhoz, hogy egy háromnapos rendezvényt meg tudjunk tartani. A kezdetekben a részvétel az nagyon alacsony volt, 8-10-100 fölötti anyalétszámmal, az idén 18-an jöttünk össze, és több mint 200 anyát sikerült termékenyíteni. A termékenyítést Csehországból
érkezik egy méhész kolléga, és ő végzi el. Gyakorlatilag úgy, hogy folyamatosan a keze alá dolgozunk, egy nap 80-100 darabnál többet nem tud megcsinálni. De akkor tényleg reggel 8-tól este 9-ig folyik a termékenyítés, ami rendkívül megterhelő, mert folyamatosan mikroszkópot kell használni, úgyhogy az nem egy könnyű feladat. A sikeresség az inszeminálás, az a kezdetekben gyenge volt, hosszú sikerült, de ezt szépen megtanultuk, hogy mennyi idősnek kellene a mi anyának, meg hogy kell szállítani, nem szabad zárkába szállítani, hanem kis családban, áruztatóban. Szóval így kiforrott ez a technológia, és azóta mondhatni, hogy 80%-os eredményeket tudunk elérni. Vannak persze, akik jobbat vannak, kevesebbet, de például az idei évben rengeteg fal volt reggel este, szóval változatos volt az időjárás, ezért kevésbé jól fogadták az inszegulát anyákat. Látok, valóban a kis párosztatók, a párosztatók tetején a megíratozók, vagy feliratozók anyazárkák, ahova kitűntünk, illetve majd utána, a szeminálás után a kávításról is szükséges kiszedni az anyákat. Középsőképpen a családokból, amit a KTV-n neveltünk meg, onnan történik a heréknek a legyűjtése. A jobb oldali kaptár tetején van egy herereptető. A legjobb az a here, amelyik repül, de az már érett, illetve a heret az alacs felhetetben is szükség van a mozgásra. Úgyhogy onnan a legjobb leszedni, csak hát nem egész nap repkednek, hanem vannak az időszakok, amikor a kereteken ülnek, úgyhogy ilyenkor a keretről szedegetjük, csipegetjük le a heléket. A bal oldal alsó képen látható zárkákba gyűjtjük 25 darabot, vagy 30-at, amit belefér, azt körülbelül, hogyha jó adja a spermát a helyet, akkor az egy anyára elegendő tudhat lenni. Jobb oldalon pedig maga az inszeminálás folyamata a termékeny. Néhány statisztikai adatot szeretnék önökkel megosztani. 82-ben alapították, 22-en. Ebből a 22 főből még ma is aktív 3 tartásunk. Úgyhogy nagyon sokat dolgoznak a mélytenyésztésben. Utána a 92-ben 27-en voltak, amikor egyesületté váltunk, és ma 2023-ban 84 tagunk van. A 10-es évek elején akkor növekedett meg hirtelen a tagoknak a létszáma. Az előállított anyáknak a mennyisége folyamatosan emelkedik a kezdeti 30 ezeres nagyságtól, most már elértük a közel 180 ezeres mennyiséget. Ebben a mennyiségben együtt értem a bölcsös, párzottan és párzott anyát. És a következő ilyen pedig az utolsó 4 évet külön szedtem. Szóval látható, hogy az elmúlt 4 évben milyen mértékben növekedett meg a párzott anyáknak a felhasználása. 140 ezerről gyakorlatilag 178 ezerre emelkedett. Hát az idei évben nem fogjuk elérni ezt a számot, az biztos. Pedig a megosztásban látható, párzott anya az alsó sorban látható, hogy beállt egy kb. 100 ezeres mennyiségbe, a párzott anya az folyamatosan 1500 körül mennyiséget ad, viszont a bölcsőnek a mennyisége az folyamatosan emelkedik. Ami támogatott, hogy egy jó gondolatnak tartom, mert a szezonnak a olyan részében, amikor nincsen párzott anya, viszont kis családot fel tudjunk használni egy nagy családnak a megmentésére, akkor bármikor oda tudunk nyúlni. Szerintem érdemes ilyen kis családokat bölcsőből elkészíteni, és bármikor felhasználható lesz. Covidnak nagyon sok problémája volt. Többek között nekünk az, hogy nem tudtunk rendezvényekre menni, viszont voltak olyan külföldi szervezetek, akik nem tudták megtartani a helyi rendezvényeiket, ezért online konferenciákat rendeztek, ahol bárki be tudott csatlakozni, és egy angliai csoport, a GUPKA,
egy ulsteri egyesületnek a konferenciára így be tudtam jelentkezni, és a hölgy, Julian Ranger, előbb jól mondom a nevét, tartotta a mi anyákról egy előadást. Ezt a fiát azért hoztam el tőle, mert 10 különböző paraméterrel jellemzi azt, hogy az anyának a minőségét mi határozza meg. És még néhány szót szeretnék csak mondani, hogy a táplálék rendkívül fontos. Egyre fontosabb lesz, hogy minél több virágporos mélegerőnk legyen, mert cukrot még csak adni a zsákból, mondjuk egyre magasabb az ára, de a fehérje kiegészítés az rendkívül kritikus, úgyhogy a mesterségesen hozzáadott aminósavak vagy fehérjéknek egyre nagyobb lesz az értéke. A parazitákat ezt ismerjük, tudjuk, hogy milyen problémákat okoznak. A patogének közül a nozémát emelnénk ki, mert a nozéma az, hogy legyengül a család, ismerjük a jelenséget, ezen kívül az anyaterméknek a termelését akadályozza, és lecsökken az anyatermék, majd az anyát leváltják. És nem értjük, hogy mi a probléma, holott egy stressz érte a családot, a stressznek a következményeként megemelkedett a nozéma spóráknak a száma, a nozéma miatt pedig az anyaterméket előállító mirigy nem tud rendesen működni, és gyakorlatilag úgy érzi a család, hogy az anya nem megfelelő, nem tudja összetartani a mély családot, és leváltják. És ez lehet, hogy egy fiatal anya, amit nem régen vásároltunk, és nem értjük, hogy mi a probléma. A peszticideket majd következő ilyen bemutatom, ott is van egy kis érdekesség, genetika. Mindenki tudja, hogy mennyire fontos a párzási kondíció, szóval a heréknek az állatot az rendkívül fontos, ott is a fehérje mennyiségre hívnám fel a figyelmet, hogy helyét csak úgy tudunk nevelni, hogyha megfelelő mennyiségű táplálék áll a rendelkezésre, és itt a leginkább a fehérje, ami a fontos részükre. Ha nincs meg, fogják, leölik a kaptárban a heréket, nem táplálják őket. Anyának a életre valósága, az időjárási kondíció, a környezetünk, és hát a méhésznek a gyakorlata, hogy bánik a méhekkel. A következő diát Juliana tartotta, vagy úgy gondolom, hogy ő, hogy csak néhány szót mondja róla, a Texasi Egyetemnek a kutatója, és neurobiológiával foglalkozik, illetve méhészettel. Itt pedig a spermának az életképességére hívta fel a figyelmet, hogy különböző viasz mintákat különböző anyagokkal szennyeztek be. Volt egy kontrollcsoport, ami tiszta viasz tartalmazott, a másik csoportban volt fibarinát és gumafosz, mindenki ismeri ezeket a hatóanyagokat a ratkaírtószerekből, illetve a másik csoportban egy bombaölőszer volt, illetve egy rovarölőszer volt, amit a mezőgazdaságban használnak. És más csodát a kontrollcsoporthoz képest is nagyon alacsony lett a spermának az életképessége, gyakorlatilag az atkaszott ölőszerekkel szennyezett viasz, az 40% körüli sperma életképességet tud nekünk kialakítani, és a mezőgazdaságban használt vegyszerek is ilyen mértékben tudják az életképességét csökkenteni a spermának. Az anyaváltásoknak ilyen problémaköre is lehet, hogy érdemesen ne jobban megvizsgálni. A következő előadás Jeff Pettis tartotta, az Apimondiának az elnöke. Itt pedig a hőmérsékletnek a szerepére szeretnénk felhívni a figyelmet. Mind a szállításról, meg mind a mély család, hogyha kint van állandóan napon, az nem biztos, hogy annyira jó. Szóval a lényeg az, hogy egy 25 fokon szállított méhanyának a sperma, mi anyában található spermának az életképessége az 90%-on található, de hogyha ugyanez 42 fok magasságába kerül, akkor lecsökken átlag 60%-ba, de sajnos, mint látjuk az ábrán, 30% körüli eredményt is kaptak.
ezeket a vizsgálatokat a British Columbia-i kutatók végezték, és kipróbálták Kanadába, meg az Egyesült Államokba, és a különböző futárszolgálat a keleti partról a nyugati partra hogy szállítja át a méhanyákat, és hogy annak milyen hatásai lesz. Hát sajnos láthatjuk az eredményt. Néhány dologra, mert nagyon sok kritikát kapott az Egyesület, erről szeretnék beszélni, de látom, hogy elment az időm, úgyhogy próbálok gyors lenni. Szóval mi anyának az ára? Azt mondták, hogy nagyon sokba kerül, mert hogy nem lehet akácvíz, hát tudjuk, hogy nem akácvízből nevelünk mi anyát, hanem nagyon sok minden más kell hozzá. Itt felsoroltam néhány dolgot, hogy munkadíj, cukorár, üzemanyagár, söpört, a fiasításnak az ára, postázás és a számlázás. Ez egy olyan dolog, hogy mindenhol természetes, hogy adunk számlát, meg postázzuk, és ha kiszámolom ennek a költségét, én egy kicsi anyanevelő vagyok viszonylag, és csak a postázásnak, vagy nem a postázás, hanem a számlának az elkészítése, hogy legyen internet a méhészetben, meg legyen mindig patron a nyomtatóban, meg minden összeáll, ez éves szinte legalább 100 000 forintot felemészt. Nem értjük, hogy miért, de sajnos ez mutatja a matek. A postázással meg az a probléma, hogy a posta megpróbál észszerűsíteni a kis településeken lévő postákat. Egyszer fogják a postakocsit látogatni, vagy reggel, vagy este. Ez azt jelenti, hogy én feladom a postát mondjuk odahaza, akkor azt majd elviszik másnap reggel, és a következő napon fog csak megérkezni a méhészet, ami a 24 óra helyett rögtön 48 óra lesz. Szóval romlik a teljesítmény, vagy hát a kiszolgálás, illetve hogyha aznap délután viszi el a posta, akkor 4-5 falun végig húzza a melegbe, a nagy hőségbe, de a kabinba nem teszi be a méhanyákat, balesetvédelmi miatt, ezért mi van a puttonyban meg olyan hőmérséklet van, amilyen adott időjárás varázsolt nekünk, úgyhogy be kell vinni egy nagy postára, ami este 6-ig van nyitva. De most nálam az én esetemben az 25 km oda, 25 km vissza, 50 km plusz másfél óra, meg körülbelül ennyit vesz igen. Annak megint van költsége. Szóval nem előre sikerült ez a fejlődés, sajnos. A tenyésztési feladatoknak is van ára, szóval az, hogy mi azt a tenyészanyát 2 éven keresztül és tápoljuk, gondozzuk, és csak utána tudunk belőle tenyészteni, annak rendkívül sok munkaigénye van. És hát amiről már beszéltem, hogy a herenevelés mennyire nehézkes, persze nem májusban, amikor mindenhol megjelenik a heren, hanem a későbbi időszakban, akkor a rengeteg etetés is oda figyelés szükséges. Következő. Összeszedtem, hogy a környező országokban, meg más távolabbi országokban mennyibe kerül a méhanyának a zárók. Magyarországon 5-6 000 forint között található. Hát sajnos ebben a listában csak 2 országot találunk, ami hasonló árkategóriát mutat. A romániai 5200-5600 forintos ár, illetve a szerbiai ár. Persze feketén tudom, hogy Kárpátaljáról olcsóban be lehet hozni, illetve Horvátországból 10 euróért. Ezek 2 tudomások van, de a többi országban mindenhol rendkívül magas, és ami számomra nagyon meglepő, hogy Csehországban egy honlapot, amit találtam az anyanevelők, 55-68 eurós értéket mutat, szóval rendkívül drága. Következő diát egy származási bizonyzatot azért hoztam el önnek, mert rendkívül sokan értetlenkedtek, vagy éppen negatívan szóltak hozzá sokszor, hogy hát a magyar méhenésztők milyen sajtpapírt adnak, hogy hát azon mi van rajta, bezzeg Ausztriában micsoda papírt adnak, és hogy ez mennyire jó. És kicsit értetlenül állok a dolog előtt, mert van egy szigorú számolgású papírunk, ami 3 példányban készül el, hatóságot át tudjuk adni, marad a méhtenyésztőnünk, ott van egy a méhésztő. Rajta van a tenyésztőnek a neve, a vevőnek a neve, az Egyesület ellátja egy bélyegzővel, hogy az hiteles. Rajta van az, hogy
honnan származik az anya, mennyi, mikor petézik, mivel van megjelölve, hol vette meg, és aláírja a mélytenyésztő. Egyetlen egy dolgot nem tudunk rá föltüntetni, az a kivel párzott az anya. De hát nem tudjuk megmondani, mert hát a helyek elrepülnek 16 kilométerre, most azt kiszámoljuk, hogy hány négyzet kilométer, és azon mennyi mély család van, akkor gyakorlatilag ez nem lehet feltüntetni. És ez két nyelven van, úgyhogy külföldiek is el tudják postulni. Mindegy, ez csak érdekes, én mondom. Központi tenyészanyai előállítás. Sokan támadtak minket azzal, hogy miért nem egy központi helyen állítjuk elő a méhanyákat, és utána a méhtenyésztők ezeket használják. Fölhoztam, vagy felsoroltam néhány problémát ezzel kapcsolatban. Telephely nincsen, egy óriási nagy telephelyre volna szükség. Személyzet, ki fogja megfizetni ezeket az embereket? Eszköz, óriási eszközállományra volna szükség. Finanszírozás. Mondtam, minimum 10 méhanya kellene per méhtenyésztő. Na most ez inszeminált anyánál lenne, jelenleg 84 tagunk van, ez 84 darab inszeminált anya. De nem 100%-os az inszeminált anya, akkor lehet, hogy abból kell 1000-1200 darab méhanyát felőállítani. De most, hogyha úgyhogy 3-4 ember folyamatosan kiszolgálja az inszeminátort, úgy tud megcsinálni 80 darab anyát, vagy maximum 100. Az azt jelenti, hogy fél hónapig máshogy csinálnak, csak inszeminálnak. Szóval ennek a kivitelezését így nem tudjuk megoldani, és a legnagyobb probléma a mélyegészségük. Van egy nyúlós betegség, elégetik a fele állományt, vagy akár az egészet, akkor több év munkája lesz kidobva. Hogyan tenyésztünk? Bocsánat, sietek. Beltenyésztettség növekedhet, mivel ugye ugyanakkor az állományból tudunk dolgozni, és a genetikai variancia beszűkülhet. Kihívások, mint előzőleg is említettem, Kárpátaljáról, Horvátországból rengeteg méhanya érkezik az országba, Buckfast hibridekkel sokan próbálkoznak, de arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a rajnai anya és egy Buckfast vagy olasz herével való párzás, akkor nagyon rajzós, illetve vajdai családok jöhetnek létre, ami nagyon kellemetlen tud lenni abban az esetben, hogyha mondjuk településen belül szeretnénk a mély családokat eltenni, nem hiányzik senkinek se az, hogy a szomszédokkal viaskodjunk. Szóval erre is oda kell figyelni, mert senkinek se érdeke az, hogy ki kelljen mindig menni a külterületre. Cukorár, méz értékesítési nehézségek, illetve vándorméhészek, és szeretném önöket kérni, hogy tartsuk be ezt a rendeletet, vagy a védelmet, amit a méhtenyésztők élvezhetnek, hogy új telepet létrehozni a 3 km-es körön belül a méhtenyésztő engedélye vagy hozzájárulásával lehet, illetve a vándortelephely pedig 5 kilométeren belül legyen. Biztos vagyok benne, hogyha megkeresik a méhtenyésztőtől, fog javasolni, ajánlani egy lehetőséget, ahol mindenki együtt tud dolgozni. És itt nem a nektár mennyiség, ami a döntő, hanem a mély egészségügyi kérdés. Van egy nyúlós, behozzák a nyúlóst, abban az évben már értékesíteni nem tud a méhtenyésztő, nem lesz bevételi forrás, nem lesz enni. Kérem, ha lehet, akkor figyeljenek erről, és nagyon szépen köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!